A nevelési évet több kisgyermek most kezdte meg szeptemberben. Őket ma fogadták zöldfásokká. A mai napon fog megrendezésre kerülni a hagyományos Mihálynapi vásárunk. Ez a Mihálynapi vásár az első olyan rendezvénye az óvodánknak, amikor a gyerekek, szülők közösen tölthetnek el egy kis időt. A gyerekek megismerhetik azokat a hagyományokat, amelyek régen a vásárhoz, a Mihálynapi vásárhoz köthetőek voltak, illetve a szülők is megismerhetnek a más csoportba járó szülei gyermekeivel, egymással, és kapcsolatot építhetnek, ismerkedhetnek egymással, és közösen eltöltünk egy szép őszi délutánt, és ezzel is megindítva a gyerekeknek az óvodai életét, az óvodai élethez kapcsolódó programok, rendezvények megismerésével. Ebben a tanévben 13 új gyermek érkezett az óvodánkba, 11 kis csoportos, két gyermek másik csoportból érkezett, illetve az tavasz folyamán 4 kis gyermek érkezett, őket is most fogjuk majd köszönteni, és ünnepélyesen zöldfás óvodásoknak egy kis fogadalomtétel után óvodásaink elfogadjuk őket. Az első két hétben zajlottak a beszoktatások. A beszoktatás időszakában lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy együtt a gyermekekkel bejöhessenek a csoportokba. Nagyon rugalmasan kezeltük a beszoktatást, és vára már valamennyi gyermek bent van az óvodában. Hát a betegség az ugye közbeszól, olyankor újra kezdődik egy kicsit, de már a gyerekek megismertek bennünket, elfogadták a csoportot, és örömmel jönnek az óvodába. A fogadalomtétel és vásározás után kézműveskedés és sok játék is lesz a mai napon. Vártuk a gyerekeken keresztül a szülőket. A szülőkkel a gyerekek kézműves tevékenységekben vehetnek részt mind népi iparművészeink által. Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyöt fog fűzni velük, Pincésné Sós Gyöndi iparművészünk csuhéjat fog, illetve Nagy Tiborné Marian az intézményünk intézményvezető helyettese korongozni fog az agyaggal, ismerteti meg a gyerekeket. Emellett a saját dolgozóink is kézműves tevékenységekkel várják a vásár hangulatban a gyerekeket, és úgy terveztük, hogy a vásár hangulatot egy kis műsorral megidézzük. A műsorban a tehetségműhelyes gyerekek, a Mesetarisznya tehetségműhelyes gyerekek is fellépnek, Csapóné Horváth Marianna kolléganőm vezetésével, majd pedig a vásári hangulat után a kézműveskedése kívül íjászkodással, pónilovaglással, kecskesimogatóval, illetve traktorra való felüléssel várjuk a gyerekeket, mindazáltal, hogy minél színesebb programot kínáljunk a gyerekeknek, és jól érezzék magukat a rendezvényünkön.